Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez itt a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora, a kezdőkör és az asztaltársaság szokásos fiatalos, ám sportügyekben már rendkívül rutinos kollégák. Itt van velünk Kajzer Tamás, Fehérvár Média Centrum hírszerkesztője, Farkas Szilárd, fiatalok közt is a legfiatalabb kollégánk, és hát Németh Krisztián szokásos. Jó estét kívánok! Ilyenkor kicsit malíciózusnak tűnő, de majd érkező sziporkáival. Egyébként az jutott eszembe, amely így vezettem. Az, persze, azért igen, vagyok ilyen kicsit olyan nyomott. Szóval, hogy pofátlanul fiatal ez a társaság, tényleg így belegondolok, hogy még 40 se vagytok, én meg már még annál is fölött te egyel. Igen. Te már elérted ezt a mérföldkőt? Na, jó van. Szilárd, te mikor? Mégis csak. Jaj, ha így van, úgyhogy nagy buli lesz majd. Na, te már közel egyszer eljöhet. Meggyőződésem volt, hogy Szilárd fiatalabb, mint amióta én a pályán vagyok, de akkor azért jó tudni, hogy nem. Jó tartja magát. Jó tartja magát, mint Ádám Martin a Paksban. Igen. 39, most ó, még. Ó, hát az már majdnem 40. Igen, igen. Hát a Tomi meg majd jövő héten ünnepel. Látos adásnapon! Adásnapon, gyerekek! Jövő héten nagyon nagy buli lesz. Csak arról beszélünk, amit én szeretem. Milyen színű legyen a tortát? Átveszünk a pályafutását. Meg annyi sportág, nagy sikerek. Manchester United. A tortádon majd egy nagy Arsenal pont múlt héten mutattam a Szilárdnak, hogy lesz majd nekünk idén ősszel 20 éves érettségi találkozónk, és kerülnek be a különböző fotók, ugye a gimnáziumi albumokból, és vannak ilyen mani osztályfotó, hát én nyilván akkor is kellően hülye voltam, és valamelyik osztály fotózása, itt a magyar válogatott felső sárga nyakkendő, és hát már a Manchester United sárki volt feszítve a kezemben. De jött eszembe, hogy megvan a hét slágere, a Veszprémi iskolának a tablója? Igen. Sose fogja senki látni. Nekem azt tetszett, hogy azt valahogy átment a szűrő, és senki, ez is mutatja, hogy a pedagógus társadalom. De ez valójában hogy lehetett, hogy tehát, hogy ki az, aki mondjuk egy ilyen pedagógus karban jelzi, hogy ő tudja? Mert azzal... Nem tudják, hát nyilván. De előbb-utóbb ki, tehát valahol kiderült. Igen, nyilván igen, tudta igen. Más is, csak hát nem fogják jelezni, mert... Igen. Ciki. Na, mindegy, csak ugye? Azok kedvét, akik esetleg nincsenek, és nem sportív, meg most el is felejtjük, hogy egy... Igen, közkedvelt pornószájtnak a, hogy úgy mondjam, a grafikáját használták fel egy... De nem az olyan grafikáját, csak ugye a betűtípusát, meg az oldal grafikáját. Egy tablóhoz. Na mindegy, hát akkor kezdjük azért focival, ha már népszerű dolgokról beszélünk, bár egy kicsit ilyen farizeus a helyzet, mert amikor ez a műsor most adásba kerül először, akkor éppen játszik a MOL Fehérvár, ugye a budapesti Honvéddal a labdarúgó bajnokság újabb fordulójában, és hát itt ugye arról van szó, hogy most egy 6 meccses veretlenségi sorozata van már a Vidinek, amelyet kellően eltemettünk itt a kezdőkörben is jó néhányszor, miután volt egy 8 meccses vereség sorozata, egy 7 bajnoki, egy kupa azt hiszem. Úgyhogy most próbálják kiegyenlíteni a mérleget. Hát Nikolic nem annyira mondta azt legutóbb, ugye hétvégén Debrecenben nyert nagyon simán a Vidi, hogy hát azért megveregetni a vállukat semmi okuk nem lesz akkor sem, hogyha ezt a negyedik helyet esetleg elérik. De hát most az a helyzet, hogy negyedik helyen áll a Vidi jelenleg ugye pont előnnyel a Paks előtt, és már beszéltünk korábban, hogy ha ez a pozíció meg lenne, és a Ferencváros mindannyiunk, de főleg Kajzer Tomi örömére megnyerni a magyar kupát is, akkor összejöhetne a nemzetközi porond. Az én kérdésem, hogy kell-e ez szerintetek jelenleg a Vidinek? Nyilván álkérdés és álokoskodás, mert hát minden csapat a nemzetközi porondra vágyik. Csak ismerjük azt a jelenséget, hogy olykor jót tesz egy klubnak, ha inkább építkezget, és nincs az a fajta kényszer, hogy most megint jön egy esetleg balul sikerült selejtezés, megint meghatároz mindent. Nyilván nagyon nehéz egyébként ezt eldönteni. Illetve valójában tudjuk a választ. Én azt gondolom, hogy most az, hogy egy konferencia ligában végigmenni és bejutni a csoportkörbe, az jelenleg ennek a Videótonnak, vagy ennek a MOL Fehérvárnak azért nagyon nehéz, mert jelen pillanatban nincs meg az az állapot. Ahhoz, hogy ez az állapot lelkileg meglegyen, ahhoz jó néhány játékost kell hozni. Ahhoz viszont a konferencia ligában már nagyon korán el kell kezdeni játszani, hogy ezt a csapatot össze lehessen rakni. Most megint ne adj Isten egy ilyen, mit tudom én, nem megbántva senki, de a moldáv ötödiktől... Hát a vadúz ötödik... után már nem tudsz megbántani senkit. Jó, tehát akkor megint a vadúz ellen kiesik a csapat, ne adj Isten, és megint ott vagyunk, hogy lelkileg van egy romokban heverő csapatod, amely egy kicsit ki is van zsiggerelve, mert nem úgy készültél fel, ahogy egyébként az ideális lenne.
a páros terhelést még esetleg nem bírják, az ujjak még nem épültek be, kinek hogyan ért véget a bajnokság, nagyon érdekes, hozol egy jó játékos, de mondjuk fél éve nem játszol, szóval sok összetevős ez a dolog. Én nyilván annak örülnék, hogyha egyébként már idén ősszel legalább két magyar csapatot látnánk a nemzetközi kupa csoportkörében, a Ferencvárost és a Molfehérvárt, erre jelenleg kevés esélyt látok, tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha most nem lenne, kényelmesebben lehetne építkezni, hova tovább a bajnokság szempontjából sem lenne rossz, mert ha összeraknak egy jó Molfehérvárt, amely vesz egy lendületet nemzetközi kupa nélkül, és az elejétől fogva ott tartja a kést a Fradinak a torkán, amelyik remélhetőleg legalább Európa Liga csoportkörös lesz, akkor nagyjából 7-8 hónap múlva, amikor véget ér a következő bajnokság őszi idénye, akkor azt láthatjuk majd reményeink szerint, hogy a két csapat, vagy adott esetben még egy harmadikkal kiegészülve, fej-fej mellett állnak. És ez egy tök jó dolog lenne, de mondom, ez egy olyan sztori, hogy tulajdonképpen egy picit, tehát hogy a sportemberi mi voltja is egy ilyen helyzetben megkérdőjeleződhet egy csapat esetében, és nyilván mindenki minden meccsen nyerni akar. És hogyha minden meccset most már megnyer a Vidi, meg megnyeri a Fradi a kupát, akkor viszont van nemzetközi kupa, és tényleg, amit mondtál, tök mindegy, miről beszélgetünk itt mi. Hát az építkezgetés ebben a szezonban ugye annyira nem sikerült, mert hiába volt Malter tégla, nem mindig. Tehát vagy nem megfelelő méretű, vagy már funkciójú. Már amikor Malter egyáltalán volt. Mert... Hát Malter azért csak van, de szóval inkább ez picit olyan rombolásnak tűnt ez a szezon. De ugyanakkor én ezt aláírom, amit Kajzi mondott, de hát azért mégiscsak blama, hogyha a Vidi azért nem jut ki a nemzetközi kupaporondra, azzal együtt persze, hogy azért tényleg a kettős terelés nem biztos, hogy jót tesz ennek a csapatnak. Kérdés, hogy milyen csapat lesz jövőre, kik azok, akik mennek, kik azok, akik ki fogja irányítani a csapatot, mert ugye Mihály Borisnak a szezon végén... Hát Ten Hagról már lemaradt a Molfehérvár. Jó próbálkozás, de még nem kezdünk el a Manchester United-ról beszélni. Pedig hozzám a párhuzamot, mert egyébként ugyanez a helyzet a United-nál. Csak ott lesz nemzetközi kupa Európa Liga, csak ott nem majd egy csoportban nem a Real Madrid-a vagy a Bayern Münchennel kell harcolni, hanem mondjuk a Ludogoreccel, a Celtickel, meg mondjuk esetleg a Ferencvárossal. És ott megengedheted magadnak, hogy ne minden egyes alkalommal a legerősebb csapatot küld a pályára. Hát, ha ez a Manchester megengedheti, de majd erről még kicsit később beszélünk. Szilárd, te hogy vagy ezzel a kérdéssel? Egyébként a részben a Krisztához is, meg a Tomihoz is csatlakozva, ez az építkezés dolog, tehát ez jól hangzik, hogy ha nincs nemzetközi kupa, akkor több idő van építkezésre, de azért ennek az építkezésnek már el kellett volna kezdődnie, tehát nem úgy van egy építkezés, hogy júniusban igazolunk, és augusztusban kész a csapat, tehát mindig mondják, hogy már a téli időszak arról szólt volna, lehet, hogy az is volt a szándék, hogy már nyárra majd előállhasson ez a csapat. Tehát azért ez is fals, mert azért, ha ilyen szempontból, akkor késésben van a... Pedig idő. A market ott van a csapat mögött. Igen, és ugye ismerünk olyan csapatot, aki már 2013 óta építkezik. Így van. Ugye a Manchester United, és vannak is emberek, akik ráérnek, így a Ten Hag nem, de Solskjaer ráérnek. Az Újpest meg mindig jövőre. A Cipzi Vázéval fölépítették magukat egy kicsit, ők is szerintem volt a kapu előtt. De egy komolyra fordítva a szót, abban egyetértek Tomival, hogy a csapat lelkileg nincs kész, az, hogy kész kell lennie lelkileg ahhoz, hogy sikereket érjen el, az teljesen evidens. Nem felejtettek el focizni, hát látjuk, hogy volt egy rosszabb széria, aztán most megint egy 6 meccses jobb szériában vannak. Abban viszont egy kicsit már tudnék vitatkozni, hogy szerintem egy Vidi szintű csapatnak mindenképpen presztízs az, hogy bárminek is hívják azt a nemzetközi kupasorozatot, de szerepelnie kell benne. Nekünk a magyar bajnokságban azt mondani, hogy nekünk a konferencia ligasnasz, tehát a Manchester United még azt is megteheti, vagy egy Arsenal, hogy azt mondja neki, még az Európa Liga sem. Mert akkor a lóvét nem hoz, mert az ő szurkolója a bajnokok. Azért nem ligájára. Is nyerték meg. Igen, de egy magyar csapat, amelyik pláne mondjuk egy Vaduzzal szemben kiesett egy konferencia liga selejtezőjében. De várjál, az még egy régebbi sztori volt. Tavaly Jereván volt, igen. Vaduz Jereván, bocsánat, majdnem hogy egy hülyeséggel nem akarom őket lebecsülni. De a legfontosabb kérdést a Krisztián tette fel, hogy tulajdonképpen itt még nincs meg a Mózes. Nincs betonkeverő? Aki kivezesse a csapatot a Vöröstengerből. De ugyanakkor viszont az ezt tegyük hozzá, hogy egy picit nincs edző, szomszédoljunk a Puskás Akadémia vonatkozásában, hogy ugye a Puskás kiesett a selejtezőben, és Hornyák Zsolt egyébként elmondta, hogy nem tudtak igazolni időben, pedig
pedig azért elég jól játszottak a bajnoki, hát a bajnoki hajrában nem, de azért a tavalyi szezon nagyon szépen befejezték. De ott sem érkeztek meg időben az igazolások, és másfelől meg ugye eléggé versenyképes volt az ellenfél csapat is, és ugye hát mi azt mondtuk meglepetésre, Hornyás Zsolt számára ez nem de, volt az sportszakmailag, de az a lényeg, hogy kizúgtak. Egy iszonyatosan jó... Kicsa? Ja, most még a tavalyról beszélsz. Most, de mi a téma? A United vagy? Nem, hát ugye a Puskás ugye most azért hozott az Orja Luhansztól hozott egy nagyon-nagyon jó játékos. Tehát, hogy... Igen, de most visszautalva a tavalyi szezonra, tehát ott, ha nem igazolsz időben, ezt mondta például Hornyák Zsolt, akkor bajban lehetsz. Nem csak az új igazolásokról van szó, mert most visszautalva arra, amit Csaló István sokszor elmondott, vagy többször itt nálunk is, hogy azok a játékosok, akik itt vannak is, kérdés, hogy mennyire vannak túl a karrierjük csúcsán, meddig lehet velük még tervezni, jelenleg milyen motiváció fűti őket. Tudjuk jól, hogy Négó vagy Stoppira, ezek magyar szinten egészen kiváló játékosok, Négó, Loik ugye a magyar válogatottban is. Attól még egyébként szerintem Loik, Négó. Igen, de az a generáció, amelyik most már itt van egy évtized a lassan Fehérváron, és nyilván egy klubvezetőnek, meg egy edzőnek ezt le is figyelnie kell, hogy ki az, aki már nem fog tudni annyit segíteni, ki az, aki motivációban nincs azon a szinten, ki az, akit újonnan viszont be kell tenni, mert rugdossa az öltöző ajtaját. Szóval ez nagyon, nagyon sok ismeretlenes feladvány. Én azért örülnék, hogyha lenne nemzetközi kupa, annál is inkább, mert ezt is többször elmondtam, hogy persze lehet ezt a konferencia ligát fikázni, meg is teszi mindenki, aki nagy nemzetközi futball szakértőnek mondja magát, de azért, hogyha most az AS Rómának megfelel az, hogy ott éppen elődöntőt játszik a Leicester City-vel, ezt a két csapatot én is megnézném mondjuk egy csoportkörben Fehérváron, itt van ez a gyönyörű új stadion, mikor utoljára ugye nemzetközi kupában játszottunk, az Üllői útra kellett menni még a Grupamába csoportmeccset játszani, hát mondjuk a Róma ellen egy 20 000 nézőt elviselnék a MOL arénában, és aztán utána lehetne fintorogni, hogy hát Istenem, nem nyertünk, vagy most akkor koncentráljunk a bajnokságra. Igen, mondjuk ez az egész ugye egy fikció, vagy egy erős reménység, de azért, ha ez tényleg összejön egy ilyen szezon után, akkor tényleg összetehetjük a két kezünket. Hogyha ennyire szerencsésen alakul a csillagzat. A Paks fog keresztbe tenni ennek egyébként, mert megverik a Fradit a döntőbe, csak most szól. Nekem is van egy ilyen gyanúm egyébként. Azért mondjuk, hogy nem, de a nemzetközi kupánál nagyobb motiváció nem kell egy játékosnak, még abból is indulunk ki, hogy a múltkor ugye ez sem volt elég legutóbb, de tényleg azért úgy elmenni egy edzésre, hogy most időzőjelben nem csak a bajnokságra, meg a kupára kell koncentrálni, hanem a nemzetközi porondra is, akkor a játékosnak még inkább azt kell éreznie, hogy ez egy igenis fontos dolog. Az is egy kérdés, és ez nyilván egy játékosnak a saját fejében, hogy mi van benne, hogy mit gondol ő magáról, és mit gondol magáról a csapatról, hiszen ne felejtsük el, ez egy csapat sport. És te elhiheted magadról, hogy te tök jó vagy, és mindent megteszel, és 120%-on pöröksz, de ha van benned egy olyan érzés, hogy egyébként másik 10 hülyével vagy a pályán, már bocsánat, és hogy egyébként... Remélem nem a műsorra. Olvas a gondolataid van? Szóval, hogy azt végig gondolni, hogy figyelj, itt vagyok most, mit tudom én, harmadik éve, hetedik éve, tök mindegy, és most mióta nem jön ki ez a nemzetközi csoportkör, és hogyha meg esetleg nem, akkor meg ott van egy nyaralásod, amit tudom én, vagy egy nyári szünet, ami most kivételesen végre két héttel hosszabb, ki tudnád pihenni a sérülésedet, esetleg meg tudnád műtet. Tehát nagyon sok összetevője van, és ez nagyon kívül, és ez nem is feltétlenül egyébként tudatos. Ezek a dolgok ott jönnek egyébként ki, amikor a 78. percen a mérkőzésen arra a sprintre még rá kell dobni egyet, vagy bele kell rúgni úgy a labdába, hogy már minden lépésed fáj, mert játszol egy olyan íramú mérkőzés, lehet ezen rosszulni a magyar mezőnyben is, vannak nagyon jó íramú mérkőzések, szóval ezek ott lesznek érdekes dolgok, hogy egyébként neked mondjuk este lefekvés közben mi jár a fejedben. De ez is mutatja, hogy milyen összetett dolga van egy klubvezetőnek, mert pontosan nyilván ezeket tudnia kell Salló Istvánnak, hogy legyen olyan bő a keretet, hogyha bárkinél felmerül ennek csak a gyanúja is, akkor a helyére beteszel egy másikat, aki mondjuk legalább motivációban rendben van. Volt ilyen szezon egyébként, nekem utoljára az rémlik, ha jól emlékszem, talán José Gomessel történt meg a Vidi Kispadján utoljára, hogy nem jutottunk ki a nemzetközi porondra, és akkor pont ezt gondoltam, emlékszem, hogy szezon vége felé, amit te most mondtál, hogy van itt néhány játékos, aki
külföldön is, amíg játszott, meg itthon is, amióta játszik, minden évben ott volt, mindig elmondja, hogy a 72. edzőtáborára készül, már egy kicsit nehezebb családos emberként, stb. És hogy végül is jól jön nekik egy olyan nyár, amikor ez úgy kimarad. De hát azért őszintén remélem, hogy nem ez a többségi álláspont. De mondom, ez nem egy álláspont. Tehát hát tényleg nem, ez valahol tudatalat mégiscsak. És ez foglalkoztatja. Mert ha ezt mondok, azt mondom, persze menjen a Paks. Hát a Paks életében mekkora dolog lenne, annak a, nincs itt most a Horog Laci, de megint vigyázálásban elmondaná, hogy a 13 ezres kisvárosnak a szenzációsan felépített klubja, milyen dolog lenne, ha akár csak a, nem tudom én, skót negyedikkel játszana egy selejtezőt. Az az igazság, hogy ez az egészhez szerintem lassan, de biztosan tudni kellene, hogy ki az edző, vagy ki lesz az edző. Hát ezt mondtam, hogy nincs meg a Mózes. Hát nincs meg a Mózes a csapatban. És ez így, nem tudom, egy kicsit furcsa. Mondjuk ismerjük a játékost is, ugye, akinek a meccs jelenti a motivációt, gondoljunk csak ugye Cristiano Ronaldóra például. Jó, oké. De, szóval ezekből a játékosokból, ebből a mentalitásból kellene egy kicsit több ide is, hogy a játékosok elhiggyék, hogy ez igenis tényleg egy olyan dolog, ami motiválni kell, motiválja kell őket. A focisták számára, hogy már az legyen a jó, hogy én elmegyek a tengerpartra, amikor a csapon. Nem csak itt az a lényeg, hogy van az a típusú játékos, aki azt mondja, hogy figyelj, fú, de jó, most köszönöm szépen, hogy a hétvégi meccsen a 18. ellen nem rugatom szét magam. És mit annak idején az öreg, a Ferguson felhívta a Rooney-t, és mondta neki, figyelj, most akkor pihenni kéne egy kicsit, és mondta Rooney, hát hova? És volt a csávó lábában 78 mérkőzés a szezonban, és menni akart föl a pályára. Tehát, hogy ez különbség is. És van, akinek meg azt mondta, hogy figyelj, kicsit látom, hogy húzod a lábad, vagy akármi, és akkor tényleg örül, ha ülhet kicsit a lelátón. Egy Rooney, hát figyelj ide, vérző fejjel, ha kellett. Nyilván Ronaldo is így van ezzel, és van, ahol ezt ilyen túlzott egóként apostrofálják, van, ahol meg tényleg a tökéletes profi és versenyszellem megtestesítőjeként. Jó, rendben van, beszéljünk a Manchester United-ról. Ádám Martin mellett nem megyünk el szó nélkül. Ádám Martin, igen. Hát, meg van 30 gól. Hát mit mondott Bognár György? Ja, hát igen, jó, igen. Ez az átkötés a magyar és a nemzetközi futball között, ugye, hogy az aranycipő, amit most már jó évtizede úgy számolnak, hogy a különböző erősségű bajnokságok más szorzóval vannak a rendszerben, tehát a 20 gól a Bundesligában, az mondjuk kétszeres szorzó a magyar bajnokságban szerzett 20 gólhoz képest. Kettő. Kétszeres van, másfélszeres, meg egyszeres. Igen, szorzó. Tehát hiába mondják, hogy mondjuk Ádám Martin több gólt rugott, mint Robert Lewandowski, de Lewandowski góljai kétszer annyit számítanak, és ugye erre azt mondta Bognár György, aki hát a magyar futballal kapcsolatos elfogultságában elég érdekes megnyilvánulásokra képes, de neki ez a dolga, ő egy magyar edző, hát mit mondjon, hogy hát Ádám Martin is rúghatna akár annyi gólt a Bayern Münchenben, ha olyan csapat van mögötte, amire persze azt mondom, hogy akkor én is, mert hogy olyan csapat van mögöttem, akkor rólam is bepattalhat a labda. Szerintem? Nem, hát Ádám Martin előtt megemeltük a kalapunkat, hogyha eléri a 30 gólt, tényleg 40 éves rekordot dönt már meg így is Magyarországon. De szerintem ugye az van, hogy ugye Horváth Feri volt az, aki tényleg minden mérkőzés után most vagy készült rá tudatosan, vagy tényleg csak úgy jött belőle csípőből, tudott mondani egy olyat, ami egy 3-0-ás zakót is elfeledte. Tehát már éppen, mit tudom én, másnap a kecskés mémek. Elvitte a sót, igen. Így van. És most Bognár Gyuri szerintem úgy volt ezzel a kijelentéssel, mint az egyszeri Horváth Ferenc, aki nehogy Isten bemegy a kaszinóba, és fölrakja a piros vagy feketén, és vagy kiadja, vagy nem. Most kiadta Gyurinak, hát ez van. Szegény ember Horváth Ferenc. Sajtó. Szegény ember Horváth Ferenc a Bognár Gyuri. Jó, de nyilván egyébként most nem Ádám Martin teljesítményét kell ezzel relativizálni, egyébként nagyon nehéz ezt hová tenni, bevallom őszintén. Olykor-olykor egy-egy csapatnak, egy-egy játékosnak kifut egy olyan szezon, aminél azt mondod, hogy ejha, hát ki gondolta volna. Igen. De azért 30 gól egy 33 fordulós bajnokságban, tehát majd ugye megvan neki a meccsenkénti átlaga, az egészen kiváló. Nyilván abban egyébként filozofikusan igaza van Bognárnak, hogy olyan csapat kell mögé, mert ez a Paks ez felvállalja, hogy megy és támad, és inkább nyer 4-3-ra, vagy kikap 4-3-ra, mint hogy nyerjen 1-0-ra. Úgyhogy ilyen szempontból ez nem véletlen. Volt egy görög srác a 90-es években a holland bajnokságban, Vitesse Arnhemben játszott, Nikos Machlas, és ott lett gólkirály, és hogyha mindenki egyes szorzóval ment volna, akkor azt hiszem megnyerte volna az aranycipőt. De végül azt hiszem nem nyerte meg.
nem is nyerhette a szorzók miatt, de hogy utána nem futott be extra karriert, pedig azt hiszem, hogy hát Hollandia volt tovább. A szorzó, de ti még akkor nem is éltetek, úgyhogy nem emlékezhettek rá. Legfeljebb olvashattátok, mert rengeteg futballtörténeti könyvet olvasol, hogy annak idején ugye Nyilasi Tibor azért nem lett európai aranycipős, mert ott akkor még nem volt szorzósdi, de az utolsó fordulóban Bulgáriában egy bulgár gyerekkel annyi gólt rugattak, nem tudom, 5-6 kellett neki egy meccsen, amivel megelőzte. Tehát nyilvánvaló bunda volt olyan értelemben a dologban, hogy a gyereknek azt mondták, hogy na gyere, vörös szőnyeg a kapuig, és Nyíl ezért nem lett európai rekordgóllövő, ami azért nyilván sokkal fájdalmasabb lehetett, mint az, hogy most jó, hát persze, hát Robert Lewandowski nem is kérdés, de mondjuk egy bolgár no-name ahhoz képest, amit Nyilasi tudott. Úgyhogy voltak azért ennek ilyen, nem is biztos, hogy kell ezt egyébként versenyeztetni. Ott van, most beszéltünk ugye Mitrovicsról, aki 43 gólnál jár az angol másodosztályban. Fulham most már 106-nál, és ebből Mitrovic egymaga 43-at lőtt. Előtte láttuk a Premier League-ben, nem volt gól király, közelében sem volt, tehát mondjuk ez a 43 gólja, ez jó esetben talán 15-öt ér a Premier League-ben. De nyilván egészen más a szint, hiszen egy Fulham, aki ugye eleve a feljutást, a visszakerülést tűzte ki célul a Premier League-be, az egy angol másodosztályban dominálnia kell, támadnia kell, mennek a labdák a Mitrovic felé. A Premier League-be föl fognak kerülni, mi lesz a cél? A bennmaradás. A bennmaradásnak a kulcsa a védekezés. Mitrovic szerintem 20%-nyit sem fog találkozni a labdával. És egyébként lehet, hogy Mitrovic ezekkel a képességekkel mondjuk egy középcsapatban egyébként, amit te mondtál egy adáson kívül, hogy érdekes, 15 most a Manchester gól... nem jön szóba, mikor a középcsapatban. Az a rossz hírem, hogy a Manchester, meg az újpesti Mitrovic is lehet, hogy elkéne. De azért, figyelj, azért top six-esek vagyunk még mindig. Tehát persze. Úgy akartam ezt átkutni igazából, hogy beszéltünk itt, hogy most a Fehérvárnak kell-e, vagy lesz-e nemzetközi porond, és valóban, mondom, ahogy te is mondtad, kell, lesz. Ahogy te is mondtad, valóban, mintha Rágyiknak lett volna egy erre utaló nyilatkozata, hogy a Manchester United menedzserének, jövőbeni klubigazgatójának, aki majd egy új vezetőedzővel fog együtt dolgozni, hogy hát például ez a konferencia liga, ez nyilván a minimálisan se érinti meg az igény szintjét, meg az inger küszöbét a manchesteri klubnak, nem tudom a szurkolóknak mennyire. De Európa liga lesz, tehát azért szögezzük le. De most, ha nem szurkolóként nézed te, vagy megpróbálsz tényleg elemzőként viselni, mert tudjuk, hogy nagy United rajongók vagytok, egy Európa liga az mennyire érzed úgy, hogy megfelel a United renoméjának, presztízsének? Kell ennek a klubnak, hogy figyelj, mondjuk az Európa Ligában most hagyjuk a konferencia ligát? Semmennyire, de látjuk azt, hogy mekkora a harc. Az Arsenal, ugye most jó eséllyel BL szereplő lesz, 6 évig hát, nem voltak. Tottenham még befut elé szerintem. Nem fog, de mindegy. De 6 éve nincs a bajnokok ligájában az Arsenal. Összedőlt a világ? Nem. Nálunk, én azt gondolom, a Manchester Unitednél, az Európa Liga pontosan arra lesz egyébként jó, hogy abban a ritmusban, itt előbb is elkezdtem fejtegetni, hogy szerda-szombat, és a VB miatt borzasztó sűrű lesz az ősz. Tehát a csoportkört azt meg fogják rendezni kettő hónap alatt, tehát úgy, hogy szeptember közepén elkezded a csoportkört, és elvileg november közepén csoport vége van. Közben megy a bajnokság, elvileg, ahogy én nézegettem a programot, 14 fordulónak le kell addig menni, plusz ugye a 6 csoport, 20 mérkőzés. És az Európa Liga pont arra ad majd lehetőséget, hogy megfelelően rotáljon Ten Hag, építse úgy a csapatát, ahogy, és a bajnokságra figyeljen oda, hiszen még mondjuk egy Citynek vagy egy Liverpoolnak majd lehet, hogy lesz egy olyan csoport ellenfele, vagy 2-3, ugye, a bajnokok ligában, sokkal magasabb polcon van, ott nem tud megengedni, hogy egy Mo Salah minden héten pihentes. De legalább ő a VB-ről kirúgta magát, tehát a Salahnak nem lesz gondja a világbajnokságban. De Manchesterben pont ez lesz a jó, hogy olyan tökéletes, teljes rotációt tudjál alkalmazni, hogy végig tudod vinni ezt az augusztus, nagyon kemény szeptembert, még keményebb októbert, hogy megfelelő frissességben tudod tartani csapatot, és az Európa Liga lehetőséget biztosít majd arra, hogy kipróbálják adott esetben kevesebbet játszó fiatalokat is, és az valaki felhívja magára a figyelmet, hogy bejátsza magát a csapatba. És hogy eljöjjön a csapata a Grupa Marénába, ahol szoros mérkőzésre kényszeríti a, mit tudom én, csak 2-vel nyerő Ferencvárost. Nem szerintem? Megnézed a Unitedot kikapni a Fradittól?
Nem, de, de fordítva, igen, de most Krisztiának adjuk meg a szót, aztán elmondom. Kajzi egy olyan kortes beszédet mondott szerintem, hogy vég az adásnak, és glézerék fognak felírni. Gyere marketingesnek. Feliratozzuk angolul, és megy ki igen, a tehát ennyire jó még senki nem magyarázta meg, hogy miért jó a Unitednek az Európa Liga. De most gondold el, bemész a BL-be. Tehát az Európa Ligában az lesz az elvárás, hogy nyerd meg az Európa Ligát. Hát, a BL-be bemész. Volt már ilyen. Igen, de a BL-be bemész, ott már csoportkörülben is nehéz tovább jutni, főleg, hogyha itt nem sikerülnek nyáron ugye az igazolások, de a BL-ben ott lesz rajtad a nyomás, hogy tovább kell menni a csoportból. Uh-huh. Nem fogsz tudni rotálni, nem fogsz tudni pihentetni úgy, és biztos vagyok benne, hogy nem fogsz tudni nyáron 10 olyan minőségi játékost hozni, hogy olyan bő legyen a kereted minőségben és mélységben, hogy a kétfrontos szerepvállalás azt minőségben fönn tud tartani. Ezért jobb az Európa Liga most a Unitednak, ha a jövőt nézzük. Nyilván a Bajnokok Ligája himnuszt akarja hallgatni minden játékos, én is azt akarom hallgatni, mikor hétközben leülök és megnézem a csapatomat, de ez most egy ilyen időszak. Ma megnézheted a Liverpool-lal, az se rossz. Szerintem azt akartam csak hozzáfűzni, hogy szerintem most nem a bajnokságokra meg kupákra kell koncentrálni, hanem elsősorban a csapatra, és arra tényleg jó lesz az Európa Liga, hogy a csapat összeszokjon, de most tényleg minden más, tehát itt éppen mondtam, hogy 2013 óta keresgéljük magunkat, néha megtaláljuk második helyekkel, félgőzzel hozzuk néha napján, néhány évenként az Európa Ligát. Ugye nyertünk is egy pár évvel ezelőtt, aztán elvesztettük a döntőt éppen a Villarreal ellen. Annyira fontos lenne az Európa Liga. Azt is megnyertük volna, hogy látszott, hogy kicsit fontos, kicsit nem. Ez egy olyan, mint mondjuk Angliában a Liga Kupa. Európa Liga egy második számú kupa gyakorlatilag a Bajnokok Ligájához. De fél kupa párhuzamban nem is passzolhat. Ez egy kicsit túlzó. Tehát, ha akartuk volna megnyerni. Redford elleni 3-0 vitte ennyire. Igen. Figyelj, a top csapatoknak szerintem ez egy olyan kupa, hogy azért vagyunk ott, mert csak oda sikerült bejutni. Igen, mert bénák voltak. De most a Szilárdnak abban igaza van, és ugye egészen másképp alakult volna az idei kupa versengés is, hogyha ott a tavaly évben vagyunk ötödikek, és játszunk egy Európa Liga döntőt, mert akkor az Bajnokok Ligája indulást ér, és akkor tényleg annyira fontos lett volna. És ez ugyanaz a pszichés dolog, amiről a Vidi kapcsán beszéltem, hogy este, mikor lefekszik a játékos, és a 186. meccse van, meg még jön az EB, meg a izé, akkor ott a 78. percben, ott mi történik itt fejben, ez a nagy kérdés. Én végig úgy éreztem, hogy a Vidiről beszélsz egyébként. Motiváció, miért fontos a klubban, meg elképzeltem amúgy, hogy két a Bauer Tibi kollégánk, aki most így keveri a képet, így tologatja a potikat, óriási Liverpool szurkolónként, hogy így kuncog magába, hogy kis hülye gyerekek, Európa Liga, mi este behűtve a sör, nézzük, hogy jut be a pool a döntőbe. Szóval még befejezve a gondolatot, most tényleg az a lényeg, hogy végre legyen egy csapatunk, így most már lassan 10 év után, akivel tényleg mindig az első, nem első három, hanem az első kettő a cél mindenhol, tehát döntőbe jutás, és minimum ez üstéremben szépen csillog, az is csak lássuk már, hogy milyen szépen. De most javítsatok ki, hogy tévedek, de a legutóbbi adásban önösre beszélgetünk, hogy benne van a falakban a BL szag, meg a DNS, meg minden. Most arról beszélünk, hogy az Európa Liga az azért, hogy jobban lehet ott rotálni. Az is benne van a falakban, az a mellékhelyiségek falában van benne egyelőre. Kicsit kevésbé frekventáltam, mint a Bajnokok Ligája. Na és jó, arról hát, a Béna Guardioláról ne is beszéljünk, aki az évszázad meccsét játszott. Hát most nem fogom már a évszázad meccsét. A Bajnokok Ligájára majd a jövő héten térünk ki, addigra kialakulnak a párosítások a különböző kupák döntőjében. Most a hátralévő mintegy 17 percben, ami maradt az adásból, szeretnék olyan dolgokról, remélem többes számban beszélni, amik ritkán kerülnek nálunk szóba, de valami miatt most érdekes lesz. United. Igen. Várán vagy megvárja. Az a United, amelyik énekelt a Hófehér Jaguárt. Szóval, hogy... Itt van nekünk ez az öt tusa, ez akkor volt utoljára téma, amikor ugye eldőlt, hogy a lovakat lelövik, ugye? Tehát, hogy kipöckölik őket az öt tusából. Éppen ma volt ugye vendégünk itt a Média Centrumban egy másik interjúban a két válogatott Fehérvári Klasszis, Alekszejev Tamara és Demeter Bence, mert hogy állítólag eldőlt, hogy mi lesz a lovaglás helyett, de ez is úgy dőlt el, hogy valójában szerintem még senki nem tudja, hogy konkrétan mit akar. Megjelent egy ilyen, hogy akadályverseny. Na most ezt, ha akarom, akkor 3000 méteres akadályfutásnak, ha akarom, akkor ilyen túlélőverseny, sárbakúszós, szöges drót alatt mászós, függeszkedős, nem tudom minek, vagy ninja warriornak gondolom. Mi lesz ez az akadályverseny? Az utóbbi, amit mondtál, szerintem bizonyos tekintetben könnyített feltételekkel, hiszen nyilván Tamara is például arról beszélt,
akár mikrofonban, akár mikrofonon kívül, vagy kamerán kívül, hogy ezért nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk egy akadálypályán úgy végigmenni, amit látsz a tévében tényleg ez ez a ninja dolog, hogy a kezedet, felső testet iszonyatosan igénybe veszi, és hát tényleg próbálj meg, mit tudom én, te a negyediken laksz, nincs lift, vigyél föl kétszer egyre kezd sört, majd utána ezt az üveget próbáld meg úgy tartani, nem remeg így a kezed. És ugye így kell lőni. Tehát ez az érdekes dolog lesz, hogy hogyan fogják ezt. Ráadásul mindez majd ilyen most ilyen 20 perc meg fél órába sűrítve, mert ugye most már kipróbáltok egy új lebonyolítást, amik hát az a lényeg, hogy maga a döntő az sec perc alatt lemegy. Én azt gondolom, hogy alapvetően az ötlet nem rossz. Bár biztos, tehát nyilván mindenki hát szereti. Nincsenek benne lovak. Neked az csipte a szemedet. Nem. Most mindentől függetlenül, és tudom, hogy sokaknak most még ez egy ilyen hülyeségnek tűnik, de ezt fogadjuk el, hogy ezeket a ninzsás dolgokat nézik az emberek. Pont és ezt ha akartam ezt mondani. Jó, megcsinálja a UIPM, akkor még bármi is lehet. Tehát az igaz, hogy ugye a lovaglás vitte szerintem a Prímet televíziós szempontból, mert mindenki legalábbis szerintem a legtöbb azért kapcsoltak az oda. Emberek. Értették az emberek, meg az tényleg egy nagyon érdekes dolog, hogy ez is benne van az öttusába, és kellett egy ugyanolyan kaliberű. Tehát szerintem aki értette a lovaglást, az pont nem nézte az öttusa lovaglást. Mindegy, tehát az volt a legérdekesebb televíziós szempontból. De úgy értettem, szempontból. Az értette, hogy nem kell elmagyarázni, hogyha leverte, akkor mínusz pont. A futásnál számold át, a lövészetnél számold át, a másodpercnél, a vívásnál tudjad, hogy mit, igen, így. Igen. Hát legalább, bocsánat, még annyi, csak hogy és egy pont ugyanannyira érdekes dolgot kellett találni, ami odaszegezi a nézőt a képernyő vagy a stream elé, és ez tényleg lehet egy ilyen Ninja Warrior-szerű akadályverseny. Igen, arról nem is beszél, hogy benne van az öttusa legendájában, hogy ez ugye abból a régi katonai sportág, abból a legendából, hogy a lovas, aki lő, meg fut, meg úszik. Ma már ugye a katonasságnál sincs lovasság, nem nagyon tudok olyan számottevő katonaságot a világon, amelyik mondjuk lovassággal vonulna harcba, hogyha egyáltalán lenne olyan háború. Ugyanakkor ez a fajta akadályverseny, ez meg egy kicsit így a virtuális világgal, a különböző számítógépes játékokkal is rokonítható, hiszen ott láttuk, hogy minden megoldható, két joystickkal tényleg átviszel egy akármilyen próba vagy nehéz mezőn valakit, de hát majd kiderül, még érdeklődve várom, hogy itt a Bregyóban látunk-e majd Ninja Warrior-t. Hát ha lesz az akadálypályán lólengés, akkor tulajdonképpen valamit sikerült menteni a pozíciókból. Azzal együtt, hogy nagyon sajnálom, hogy kiütötték a lovaglást. Egyet kell, hogy értsek Kajzival, hogy azért egy versenyképes, nézhető, követhető, izgalmas dolog. Azért mondom, fiam, ha ezt nem rontja el a UIPM, a Nemzetközi Szövetség, már pedig azért benne van vastagon, hogy elrontja, az benne van, de ha ezt nem rontja el, akkor lehet, hogy néhány év múlva arról beszélünk, hogy mekkorát húztak. Tehát az megvan, az a sztori, mikor ugye itt volt Kálnoki Kis Attila, aki volt öttusa olimpikon, meg világbajnok, meg szövetségi vezető is, és ő beszélt a... Hát az öttusa szövetség vezetőinek finom korumpálhatóságáról, ezt nem tudom, hogy olvastátok, én azt olvastam, hogy először ez a hír, hogy az akadályverseny lesz a szám, egy olyan szervezetnek a honlapján jelent meg, amely egyébként a világ nagy akadályversenyeit bonyolítja. Tehát van egy szövetség ennek a sparag, és véletlenül ennek a szövetségnek az egyik első embere az öttusa szövetségben is, a Nemzetközi Öttusa Szövetségben vezető pozíciót tölt be. És amint valaki nyilvánosságra hozta a hírt, addig akkor annak az akadályverseny szervező szövetségnek a honlapján azonnal lekerült. Tehát én azt gondolom, hogy itt is történt némi érdekérvényesítés, az más kérdés, hogy ez adott esetben még akár a javára is válhat a sportágnak, de beszéljünk arról, hogy lesznek ebbe benne a mi fehérvári öttusázóink. Ugye Kovács Saci a képen anyai örömök elé néz, most már tényleg mondhatjuk talán pillanatokon belül, vagy a 32 éves Demeter Bence föl fogja tudni még hát venni a verseny. Tamara pedig anyai örömök után van benne, vagy után, igen. Tehát ő most már anyuka. Most ugye már... Saci, ha jól tudom, akkor ma vonult be szülni. Sehogy. Tehát ők azért ezt elmondta Tamara is, meg Bence is az interjúban, hogy azért ez már fiatalokról szól, alapvetően a következő generáció az, aki. De ez a mostani öttusa is már olyan, hogy aki benne van, mit tudom, 15-20 éve, annak ez már egészen más, és az, aki most jön fiatalként, sokkal jobban tud alkalmazkodni, mert már erre készül, és nyilván ez a későbbiekben. Tehát itt lesz egy elég erős generációváltás, nyilván lesz, aki majd ebben a ninjában lesz, nagyon-nagyon jó, az öregek idézőjelben nem megbántva senkit, meg mondjuk majd a vívásban. Aztán ebből a végén Misül ki, na meglátjuk, tehát én kíváncsi vagyok. Erre most kíváncsi vagyok az öttusa kapcsán. Ez az igazság, hogy én azt hiányolom, hogy annyit tudtunk meg, hogy
akadályverseny. Tehát, hogy köszönjük szépen. Ez volt ilyen egyébként. Jó. Tehát, hogy valami konkrétum, hogy nem, mi, nincs. Mi, merre, hány méter. Akadályverseny, de az is belefér, mi annak idején úttörőként be kellett járni, mit tudom, 15 kilométert a Bakonyba, és 3 kilométerenként volt egy ősvezető, aki föltette a tölgyfa termésével kapcsolatban a kérdéseket, és igen. Ha válaszolták, akkor mehettél tovább, és ez is akadályverseny volt, csak gyanítom, ez most de nem az, ez lesz. De nem, annyi tudunk, hogy kétféle akadályverseny közül választják. Ja, kétféle. Ez már így sokkal. Jelentősen leszünk itt. A Fehérváron nem kell messzire menni ugye az akadályverseny szempontból, hiszen a kis hölgy, aki megnyerte az Exartlon, bocsáss meg, most nem jut eszembe. Gréti? Szente Gréti. Igen, Szente Gréti. Tehát nyilván Fehérvár szülötteként nyerte meg, és úgyhogy tehát elkezdek kacérkodni a gondolattal, mert ugye behoznak egy sportágat, azt mondja annak a klasszis, hogy mit kell pluszba megtanulnom? Futni? Hát azt tudok, úszni? Azt tudok. Jó, hát meg kell találni egy nem tudom hány centis kört, tehát gyakorlatilag jöhetnek új klasszisok, akik az akadálypályán kettesbe verik a mezőnyt. Tehát tanácsokat is adhat esetleg az öttusázóknak. Jó, a vívás még maradt azért, az még egyelőre jelentős. Egy kicsit össze lehet hozni a szálakat Fehérváron ilyen szempontból. Igen. Hát érdekes. Ami még Fehérváron összeér a következő napokban, az két nagyon-nagyon jelentős országúti kerékpár verseny. Ugye a Giro d'Italia nem lehet eléggé szerintem hangsúlyozni, hogy mekkora világ szenzáció, hogy Magyarországon végre valójában is, nem csak ugye tervek szerint. És hát aztán rá néhány nappal a Tour de Hongrie, ami pedig szintén egy fergeteges dolog szokott lenni. És mennyire... a Tour de Hongrie-t is ugye már nagyon magasan jegyzik, tehát ugye protó csapatok jönnek. Hát ott is nagyon csapatok jönnek, komoly nevezők. Nem tudom, hogy mennyire várjátok, nem mint autós polgárok. Egyébként ezúton is szeretnénk tényleg felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy olvassák el a tájékoztatókat, ne aznap anyázzanak, ha nem muszáj a kényszerű várakozások és lezárások miatt, mert lesz azért ilyen, de tudjuk, hogy ez ennek az egy, illetve még egy napnak szól. De hát azért ezek nagyon nagy, komoly versenyek lesznek. Igen, ez a legfontosabb üzenete, hogy tényleg időben, a város időben tájékoztatott mindenkit, és még most is mi is följük a figyelmet, hogy tudom, aztán fél egytől, vagy fél tizenkettőtől lesz zárás, lovasberény felől jönnek be. Most a Giro-ról. A Giro d'Italia pénteken így van, tehát lovasberény felől jönnek be, itt a bíróság előtt elkanyarodnak, és majd Zámoly felé mennek ki. Tehát, hogy itt lesz egy időintervallum, amikor nem kell közlekedni, erre föl lehet készülni, és könyörögve kérek mindenkit, készüljenek föl. Tehát ezt tudják, és ugyanez igaz nyilván a Tour de Hongria-ra, és ugye, ugyanez igaz a Cerbona félmaratonra, és vasárnap ugye lesz NATO futás is, tehát, hogy tudják előre az emberek, hogy ez nem úgy van, hogy én akkor most, mert én ott lakom, és akkor az valami... Nem. Tehát bocsánat, a hó is leesik oda, azt is el kell lapátolni, ez egy ilyen dolog. De három magyarral a mezőnyben érkezik a Giro d'Italia. Na, hát elképesztő. Erről beszélhetünk, hiszen tavaly Walter Attila azok számára is feltette a térképre ezt a versenyt, akik esetleg nem tudták, hogy ez a világ talán másodiknak nevezhető legnagyobb profi körversenye. És hát magyar éllovasa volt napokon keresztül. Nem tudom, hogy ebben bízhatunk-e az idén is, nyilván a motivációja azért meg lesz neki, és hát remélem, hogy tényleg valami 7 percet fognak egyébként állítólag itt a város légterében tartózkodni, tehát iszonyú elsuhanó, átszáguldó karaváról van szó, de ez alatt is láthatjuk őt vagy a többieket. Csak egy gondolat, hogy ugye forgattunk mindenféle előzeteseket a lezárásokról, és valamelyik szakaszán végigmentünk, ugye operatőröstül, kamerástul még. Én vezettem, és az operatőr ugye az anyósülésen fogta a kamerát, hogy kicsit autentikusabb legyen az egész útvonal. Én emlékszem, most egy kicsit arra kötök csak, hogy hetedikbe elmentünk osztálykirándulásra Sümegre biciklivel, és akkor hogy ordítottam mindig hátra a többieknek, mert én mentem elől, hogy srácok, kátyuk, lyukak. Tehát azért ezen a pályán, ezeken az utakon azért úgy nem biztos, hogy mernék én most mondom 200-zal végig szaladni ezeken a tényleg lehet látni kátyus lyukas hát útfelületeket. Nézd meg, azért van egy katalán körverseny, ott is, tehát azért ez a kártyához mindenhol hozzátartozik, ez egy technikai sport, nem mennek 200-zal, ez a jó. Nyilván. És egyébként a három magyaron túl, ami iszonyatosan fontos, és ezt is látni kell, el kell fogadni, tehát, hogy ez olyan mennyiségű emberhez jut el a televízió közvetítése okán, meg nyomán, hogy az elképesztő. Itt 3 napig
170 országban fogják élőben nézni azt, ahogy a helikopter mutatja föntről Magyarország legszebb részeit. Ez olyan marketing, ami fölbecsülhetetlen. Ezt nem tudod megvenni, meg hát, tudod venni. Idehozod a Giro d'Italiát. Van egy ilyen legendája ugye annak idején, amikor még Sipos János és Knézi Jenő közvetítették a Tour de France-t, akik ilyen 10-12 órás szakaszokat végig nyomtak az Eurosporton, és hát tényleg az volt, nyilván alapvetően mondjuk, amikor megy Franciaország különböző részein, nincs fejben mindenkinek, hogy éppen mi van, de tök mindegy, hogy a Wikipédiáról vagy egy úti kalauzból felolvasod, hogy ez az a kisváros, amelynek egyébként a főterén egy 1200-ban épült kolostor van, vagy templom. Most ez fog történni. Székesfehérvár nevét, nyilván kellő problématika ez most egy, nem tudom, olasz szakkommentátornak, hogy ezt felolvassa, vagy grúznak, vagy németnek, de el fogják mondani, és el fogják mondani, hogy ahol most épp átmegy, egyébként itt koronázták a magyar királyokat, itt látható mai napig a nem tudom, kereszténységet elsőként felvevő magyar király sírja, tehát hogy ezek az információk, ezek így sokkal több emberhez jutnak el, mint hogyha kiadnánk nem tudom, hány száz példányban valami ismeretterjesztő brossúrát. Én olykor-olykor bele szoktam nézni az egyik sportcsatornán a nagy kerékpár versenyekbe. Én magam nagyjából ugatom az országúti kerékpár sportot, nem vagyok benne nem különösebben otthon. Nem mennek. Igen, ez azért úgy megvan, hogy két kerék, meg pedál, meg minden. És számomra ez nagyon izgalmas, amit most az Oli mondott a közvetítésekben, annyira nem... Tényleg nem vagyok képbe. Viszont ennek a másik oldal, amikor felmegy az ember púzusa, amikor például várja a mezőnyt, ezt a Tour de Hongrie alatt. Igen, hányszor megélhettük már, és hogy ez mennyire jó dolog. Jó, de nyilván ezt szeretni kell. Ehhez szerintem nem kell szeretni. Ez az egész millió. De mert aki beáll majd pénteken délután kettőkor a dugóba és dudál, annak nem a Tour de Hongrie-tól, vagy a Giro d'Italiától megy fel a púzusa, hanem a Duda. Biztos, hogy lesz anyázás, tehát a Facebookot meg se nyissad aznap, azt most mondom, mert nem fogsz bírni magaddal. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és tényleg magával ragadja az embert, az a millió, ahogy jön a mezőny, és tényleg emlékszem, elképesztő sebességgel jönnek, pedig nyilván nem maxon jöttek itt a bíróság, mert az Zicsi Ligetnél a Tour de Hongrie-n, mondjuk amikor befutó itt volt, tehát az is óriási élmény volt, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szuper Kettő dolgot mondok, az egyik, hogy aki úgy gondolja, az jöjjön ki a pályaszélén és buzdítsa, és nézze meg ezeket, és érezze az egésznek a szagát, a millióit. A másik pedig maradjon ott, és nézze meg a tévéből, mert föntről látszódni fog, hogy mennyire zöld ez a város, és hogy milyen szép lehet, helyen lakunk. Hogy pont itt Fehérváron dobják ki a kulacsot, a nagy menők, amiket össze lehet gyűjteni. Nem lehet összegyűjteni? Hát most már ugye ez már nincs, mint régen, mert szemetet, tehát gyakorlatilag vannak ilyen szemetelési szakaszok, persze. Tehát, Tehát egyik ismerősemnek nagyon nagy országúti kerékpárrajongó, és bejárt, és nem a Bauer Tibi, aki kint van a vezérlőben, de hogy neki mindenhonnan vannak kulacsai, ilyen nagy mezőn. Annak idején kint voltunk úgy edzőtáborozni Nizzában, hogy pont belelúgtunk a Párizs-Nizzába, ugye a tavasz egyik legnagyobb többnapos körversenye, és lusta voltam kimenni edzés után megnézni a befutót, és a haverom jött haza egy Richard Virenk által eldobott kulaccsal. Hát azért az nem egy olyan... A DRS-e, wow. A Sheldon Cooper mondta, már csak egy petenfészekre van szükségem, és lehet saját Richard Virenkem, érted? Ott van. Virenk már nincs, de Walter Attilék ott van. Ez egyébként milyen érzés lett Walter Attila számára, aki ugye nagyon nagyot ment a tavalyi Giron, hogy... Giro. Hogy itt van a Grande Partenza, ezt jól mondtam? Ja. Itt Magyarországon. Nem, és nem Tour de France, hanem France, viszont Giro. Hogy ez mekkora érzés lehet. Más a nyelv. Óriási. És a csávóban az a zseniális, hogy tényleg ott már figyelnek rá a nagyok a mezőnyben, tehát hogy azért őről már tudják. Tehát ő elmondta, hogy ő már nem tud azért úgy szökni. Nyilván neki nagyon el kell játszani az első pár napban a halált a sor végén, hogy mondjuk a negyedik, ötödik napon tudjon egyet szökni. Tehát tényleg ott van, feliratkozott a legnagyobbak mögé, hogy itt vagyok, gyerekek. És egy olyan normális, tényleg egy természetes valaki maradt meg. Három napig pedig rajta volt tavaly a rózsaszín trikó. Azért láttunk olyan sportágakat, amit kevesebben űznek, kevesebben néznek, nem közvetíti az Eurosport, és ott valaki, mit tudom én, egy Európa-bajnoki 728. helyjel azt hiszi, hogy, vagy egy ilyen, mit tudom én, milyen ligához akar csatlakozni, és akkor azt hiszük, hogy ez egy elképesztő komoly dolog, pedig hát a sportágodott ős hazájában erre
Na jó, erre, nyilván azt se tudják, hogy hol van. Még mielőtt hogy... belemegyünk a sportágok relativizálásába, én köszönöm szépen. Azt akartam mindezzel együtt mondani, hogy nagyon nagy esemény a Giro, de vasárnap szerbon a Fehérvár félmaraton is lesz. Sok futóval Kaiser Tomi szervezésében, rendezésében, úgyhogy aki tudja, azt is nézze, vagy fussa le magát a távot, és akkor jövő kedden pedig megbeszéljük majd a tapasztalatokat. Most köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindenre sort kerítettünk, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra! Press start.